A Hunyadi utcai tájház az elmúlt évtizedek alatt sok-sok látogatót fogadott, adott otthont hagyományőrző programoknak, zajlottak ódon falai között multidéző tanyázók. Ilyen a helyi értékeinket bemutató programra került sor június 3-án, amely a Szalmakalap Citera Együttes Egyesület és a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény közös pályázatának részeként valósult meg. Ez a pályázat kiváló példája egy civil szervezet és önkormányzati intézmény együttműködésének. Ezt a pályázatot az Agrárminisztérium írta ki, a hungarikumokra helyezve a hangsúlyt. Mi a hungarikumok kapcsán nagyon összetett pályázatot tudtunk írni, mert belevettünk szinte majdnem minden helyi értéket a helytörténeti gyűjteménnyel együttműködve. Nagyon örültünk, hogy együtt tudtunk működni a helytörténeti gyűjteménnyel és könyvtárral, hiszen ők ismerik a helyi értékeinket, és nagyon megelégedésünkre szolgál az, hogy a hajdunánás értékeit szinte mindent bele tudtunk venni, nem csak a citerát, mint hangszert, hanem a tájházas programban az összes helyi értékünk szerepelt szinte. Olyan közös projektben gondolkodtunk, ami az értékeinkről szól. Ennek az egyik megvalósult eleme történt itt a tájházban a múlt héten, ahol több mint 200 gyerek volt. Ilyen váltottan, egymást felváltva jöttek az osztályok, és különböző tevékenységekkel ismerhetett meg. A célja ez volt, hogy a hagyományos népépítészettel is megismerkedjenek, ezen belül természetesen megismerkedjenek a házbelsővel, és még azokkal a feladatokkal, vagy kézműves tevékenységekkel, amiket házban annak idején a paraszti világban megtörtént, lezajlott. Így a gyerekek tulajdonképpen a házban a ház történetét találhatták meg, egy kis feladatnap segítségével elmélyedhettek benne. A hagyományos parasztpolgári életforma mindennapi tevékenységeivel ismerkedhettek a gyermekek, oly módon, hogy maguk is tevékenyen részt vettek benne. Különböző tevékenységek zajlottak az udvaron. Ebbe volt például olyan, amely az asszonyi szerepet erősítette, vagy pedig a fiú férfi szerepet erősítette. Például mostak mosófán, megismerték a régi vasaló eszközöket. Készítettek tésztából csipetkét, hiszen nem biztos, hogy minden gyerek segít otthon az édesanyjának. Körmön fontak, maradék fonalakból. De volt olyan feladat is, amikor a különböző magvakat kellett felismerniük, hiszen hiába kerül az asztalra valamilyen ételformájában, nem biztos, hogy ez ismerik. Leginkább, amit kevésbé fedeztek fel, az a csicseriborsó volt, amit nem annyira ismernek a gyerekek, legfeljebb csak tényleg a mondók. Meséből. De ugyanúgy készítettek csurkababát, meg még egyéb kis apró kiegészítő játék is várta őket. A projekt egyik fő célja a helyi értékek, illetve ezek keretében a hungarikumok bemutatása, mint például a tájház, vagy éppen az alföldi citera. A tájházak az már nem csak helyi, hanem országos védettség alatt állnak, és az országos értéktárban is benne vannak, és ugyanúgy a citera is, mint hangszer, az országos értéktárban is benne van. De közben pedig nagyon szorosan kötődik a hajdunánási kultúrához, hiszen nem volt annak idején olyan ház, ahol ne lett volna a citera a kemence mellett, és ne vették volna elő különböző családi ünnepségeken, és ne szólaltatták volna meg, vagy pedig egy nyári éjszakán akárként a pusztán is. Erre a nánáson igen népszerű hangszerre épült fel a projekt második és egyben legkiemelkedő programja, az Hortobágy fél oldalán című rendhagyó népzenei és citerás találkozó, amelyet június 12-én rendeztek meg a mozi épületében. A rendezvény Szólá Tibor polgármester úr nyitotta meg, aki szintén a citera helyi jelentőségéről szólt. A citera az tulajdonképpen itt a Hortobágy melyik, én azt gondolom, szinte minden családban legalább egy olyan ember volt, aki képes volt ezt a hangszert megszólaltatni. Az én gyerekkoromban is nagyon sokszor hozzátartozott a családi együttléthez, amikor még azért nem volt olyan természetes, hogy bekapcsoljuk a rádiót, vagy bekapcsoljuk a televíziót. Sokkal inkább beszélgettek az emberek, és mindig került egy-egy jó éneklő, vagy jó citerázó ember, vagy éppen az még szerencsés esetben sok jó citerázó ember, és sok jó éneklő ember. Ez a mostani alkalom, ez a citera mint hangszer főszereplésével történt. Az volt az elgondolásunk, hogy a környékbeli citera csoportokat meghívjuk ide, akik szoktak úgy szintén bennünket is hívni citerás találkozóra.
Nagyon-nagyon örültünk neki, hogy mindenki olyan örömmel fogadta a meghívásunkat, mert olyan régen került ilyen rendezvény most napirendre. Ezt is mi is halasztottuk, mert ezt már tavaly lehetett volna megtartani, hogyha lehetett volna, a vírus helyzet miatt ugye nem lehetett, és ezért került sor most erre a nyárra, hogy ezt megrendezzük. Az elképzelés úgy volt, hogy egy rendhagyó népzenei citerás találkozó a turisták, a jövő menő emberek közreműködésével, mindenféle korosztályt megszólítva, hiszen itt az apró kisgyermektől kezdve a nyugdíjas szépkorú nénikig, bácsikig eljöttek a rendezvényünkre, és ez is volt a célunk, hogy őket is megszólítsuk. A találkozó első felében Réti Szabó Sándor fafaragó mesélt citera szavunk eredetéről, majd Harangozó Imre néprajzkutató beszélt hagyományaink benne a népzene szerepéről mindennapi életünkben. A hagyományaink szerepe az tulajdonképpen létkérdés. Tehát ez nem egy szórakozás, vagy nem egy szabadidős tevékenységforma. Vagy föl tudjuk venni az elszakadt fonalat, és folytatni tudjuk azt, ami megtartott bennünket annak, amik vagyunk. Magyarnak, európainak, ahhoz a kultúrkörhöz tartozónak, kereszténynek, vagy pedig tulajdonképpen nem lesz világ. Mert nagyon jól látszik az, hogy a környezetszennyezés, az mindaz a technológiai világ, ami körbevesz bennünket, elidegenít attól a kultúrától, hagyománytól, életformától, amit évezredekig folyamatos változásában, folyamatos mobilitásában, de valami belső titkos lényeget mindig megtartva az emberiség élt. Tehát tulajdonképpen nagyon jól tetten érhető ebben a világban, hogy nem kell a hagyományt őrizni, mert ha van hagyomány, akkor én vagyok a hagyomány, nem őrzöm, mert a hagyomány sem nem rab, sem nem junyáj, hanem van hagyomány, és az velem általam él tovább. Erre nagyon szép példa Barna Anikó népzenész fellépése, aki nem csak népdalaink virtuóz megszólaltatója, hanem azt is megmutatta, hogyan élhet tovább ez a hangszer korunk világában. Azért nagyon nagy öröm látni azt, hogy fiatalok régi dallamokat játszanak. Fiatalok nem csak játszanak régi dallamokat, hanem élnek, hat bennük, működik. Csodálatos volt az itt született, tulajdonképpen már-már világhírű kislány, aki olyan virtuozitással játszik a citerán, ahogy egy parasztember soha nem játszott. De ez a jövő útja, hogy a régi hangszert, ezek a fiatal kezek, lelkek újra életre keltik. Tehát ez nem egy múzeumi tárgy, hanem a jövő zenéjének útja, és modern zenét játszik rajta, és improvizál rajta. A sajátját játsza, és gyökeres. A program második részében környékbeli citara együttesek léptek színpadra. Így például Pocsajból a Berettyó népzenei együttes. Balmazújvárost a Vas Lajos nagydíjas Kadarcs népzenei együttes képviselte. Nagy sikerrel lép színpadra a hajdúdorogi Akácos út Nóta Klub, akik szintén több arany minősítéssel rendelkeznek. Szintén a szomszéd várat Hajdúdorogot képviselte az 50 éves múltra visszatekintő Bocskai népzenei együttes. Ez a kényszer, ez a kicsi barna. Olyan az utcája, mint a piros alnak,
fellépők sorát a házigazda Szalmakalap Citera együttes zárta, akik a Cifra Szűr Néptánc Egyesület kiváló táncosai közreműködésével mutatták meg, hogy a népzene nem önmagáért való, hanem a jókedv, az érzelmek, emberi viszonyok kifejezője is. Azért reménykeltőek ezek az alkalmak, mert fölvillantják azt, hogy az emberi természetes ösztön és élni akarás, az hordozza azt, ami a folytonosság erője. Nagyon fontos az, hogy ez egy élő dolog legyen. Ne egy mainstream, ne egy divat, ne egy külsőség. Nem a hagyomány külsőségét kell tartani, hanem a hagyomány lényegét, belső logikáját. Tehát éppen itt szóba került az, hogy milyen fontos lenne az, hogy például a zsűri az ne szubjektív véleményt mondjon egy népművészeti tárgyra, hanem próbálja abban az értelemben, itt Debrecen közelségében vagyunk, amiben mondjuk a két háború között egy Karácsony Sándor, egy Lükő Gábor épp ezen a vidéken próbálta megfogni a közösségi lélek lényegét. Tehát a közösségi lélek éljen, és ne a közösségi forma. És ez nagyon fontos, és ezeknek a hagyományos törekvéseknek sokszor a buktatója az, hogy a külsőségbe kapaszkodnak, és nem a közösségi lélek mozgását figyelik. A találkozó harmadik felvonásában már a kötetlen programok szerepeltek. Táncház a csürdöngölő népzenei együttes közreműködésével, kézműveskedés, fafaragás, szalmafonás, gyöngyfőzés, népi játszóház várta az érdeklődőket. Vargáné pap Júlia, aki szintén a szövésbe, a gyöngyfőzésbe be tudta avatni nem csak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is, és pap Anita, mint népi játszóház vezető, ő is rendkívüli foglalkozást teremtett ott hirtelen szünetekbe, meg a táncház közben is, és nagyon örültek a résztvevők is, hogy ezt a gyerekek nagy, nem csak hogy csodálattal, hanem gyakorlattal végzik, mert ők tudták, hogy miről van szó, mert nem most találkoztak vele először is. Azt hiszem, hogy ez ennek a programnak a legnagyobb fontosságát jelenti, hogy a gyerekek nem csodálattal nézik, hanem megszokással, és ez a lényege a hagyományőrzésnek, ápolásnak, a mindennapokba való beépítésének. Mint fentebb is elhangzott, hagyományainkat csak úgy tudjuk tovább éltetni, ha szervesen beépülnek életünkbe, de nem a külsőségek megmutatásával, hanem, mint Harangozó Imre is fogalmazott, a lélek, a közösségi lélek ereje által. A hagyomány az az életünk része kell, hogy legyen. Nem ápolni és őrizni kell, hanem benne kell élnünk. És mi ezt próbáljuk ezzel nem csak a pályázattal, hanem a mindennapi tevékenységeinkkel megvalósítani, hogy a gyerekek tudják és érezzék, hogy mi az a hagyomány, hogy mit jelent benne élni. És nem rendkívüli alkalmakként próbáljuk ezt a gyerekek életébe behozni, hanem a mindennapos életüknek a részévé próbáljuk tenni. Ez a pályázat meg különlegesen biztosította ezt az összetettségét és komplexitását ennek a pályázatnak, hiszen megvalósult nem csak a népzene, hanem a néptánc és a kézműves foglalkozások, a népi kézművesség, ami ugye itt Hajdonánáson is nagyon híres a szalmafonás, azt mindenképpen akartuk, hogy egy népi iparművész Fejesné Szebenyi Éva segítségével a nézők elé tárni. A Hajdúföld értékeinek megmutatása a nyár folyamán egy határbeli szekerezéssel folytatódik majd, amely során megismerkedhetnek az ott található értékeinkkel, illetve Móricz Pál műveinek díszkiadásával zárul majd a program évvége felé.